Kedves tévénézőim, január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. 1823-ban ezen a napon tisztázta le csekény Kölcsey Ferenc magyar nemzet himnuszának szövegét, akkor persze ő nem tudhatta, hogy himnusz lesz belőle. Sokan ismerjük, szerintem mindenki ismeri, aki magyarként tartja magát, a himnusz első verszakát, viszont kevesen ismerik az egész verset, ezért most versgyanánt elhoztam önöknek a himnusz teljes szövegét. Kölcsey Ferenc a magyar nép zivataros századaiból. Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hoz rá végeztendőt. Megbűnhődte már a nép a múltat jövendőt. Őseinket felhozát Kárpát szentbércére. Általad nyert szép hazát, bendegúznak vére. S merre zugnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk, Kunság mezein, ért kalászt lengettél, Tokaj szőlőveszein nektár csepegtettél. Zászlónk gyakran palántálád vak török sáncára, s nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletben, s elsújtád villámidat dörgő fellegekben. Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain oszmán vadnépének, vert hadunk csonthalmain győzedelmének. Hányszor támadt temfiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatot hanvedre. Bújt az üldözött, s felé karnyult barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honát a hazában. Bércre hág, és völgy beszáll, bús kétség mellette, vérözön lábainál, s lángtenger fölötte. Várálott, most kőhalom, kedv, s öröm röpkedtek, halálhörgés, síralom zajlik már helyettek. S ah, szabadság nem virul a holtnak véréből, kínzó rabság könnye hull árvánk hőszeméből. Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának, nyújts feléje védő kart tengerén kinyának. Bal sors, akit régen tép, hoz rá vígesztendőt. Megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt. Kedves nézőim, nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne felejtsék, hogy holnap szombaton 14 órától ismételjük a magyar adást a Teleplus csatornáján, és mi találkozunk jövő pénteken újra 3:30-tól. Viszontlátásra!